Sziasztok, Peti vagyok, és az AVA Group média csatornát nézitek. Továbbra is DaVinci Resolve-val foglalkozunk, és a 17-es verzióban rengeteg új funkciót adtak számunkra, mégpedig végre normálisan lehet dolgozni multicammel, tehát több kamerás felvétellel. Ezt fogom nektek ma demonstrálni, hogy hogy lehet ezt a létező legkönnyebben megcsinálni. Először is ugye a több kamerás felvételt szinkronizálni kell egymáshoz, tehát hogyha én ezt most itt például lejátszom, akkor az egyik sáv még beszél, a másik meg nem, az egyik hangsáv sincs egymáshoz szinkronizálva. Ugye az előző részben mutattam, hogy hogy lehet hangsávot, sőt a DaVinci 17-ben, Resolve 17-ben már több hangsávot is hozzá tudtok adni egy videósávhoz, hogyha több audio felvevő készüléketek van. De most ez audiósávval is és videósávokkal is ugyanígy működik. Kijelöltök mindent, ugye itt annyit, hogy tartozzanak össze, tehát hiba üzenetet fogtok kapni, hogyha valamelyik videósáv vagy audiósáv nem tartozik hozzá az egészhez. Jobb gomb, majd Auto Align Clips, és ugye mivel mi nem használunk beégetett timecode-ot, ezért a hang sávhoz igazítjuk az egészet. Ugye nálatok kicsit gyorsabban, mint mondtam, ezek a fájlok nálam az archívumból vannak most előszedve, de relatív gyorsan lemegy a szinkronizálás, az analizáció, és láthatjátok, hogy minden a helyére ugrik, hogyha most ezt lejátszom, na jó, van, nincs tükör. Akkor a hangok, ugye még egy kicsit visszhangos, de hogyha kikapcsolom a kameráknak a hangját, akkor hallható, hogy ugye a mikroportnak a hangját hallani már csak. De ugye arról beszéltünk, hogy hogy lehet multicamet jól használni ebben az új DaVinci Resolve 17-ben. Mikor megvan a szinkronizáció, tehát minden videó és hangfájl egymáshoz képest szinkronban van, akkor megkeresitek a timeline-t, a timeline-on jobb gomb, és Convert Timeline to Multicam Clip. Ez egy pillanat alatt elkészül, és mikor ezt a timeline-t, most már látjátok ott az ikont, hogy ez már egy multicam clip, ugye az a négy darab kocka, vagy négyzet, ide behúzzátok, akkor itt van a timeline, és ez már egy multicam clip. Hogy tudunk ezzel hatékonyan dolgozni, ugye, mert így nem igazán látjuk, amit látni akarunk. Abban az esetben, hogy itt a mixer metadata és az inspektor mind a három ki van kapcsolva, láttok egy gombot itt a sarokba, Dual View Mode bekapcsoljátok, és az egyik oldalt kiválasztjátok, hogy Multiclam. Így látszik az audio és a két videósáv. Itt fölhívom a figyelmeteket, hogy ez a három gomb arra szolgál, hogy amikor majd változtattok, léptek egyik forrásról a másikra, akkor csak a képet és az audiót, vagy csak az audiót váltsa át. Ugye nekünk az elsődleges audio forrásunk az a nyakamban lévő mikroport, ezért jobb gombbal a hangsávra, Switch Multicam Angle Audio 3. Ugye az előbb, hogyha mikor megcsináltuk a timeline-t, akkor ugye legalul volt a mikroportnak a hangja. És addig, ameddig ez videóra van állítva, az audio láthatjátok zöld keretbe, és a videót pedig kék ilyen
türkiszkék keretbe, az audio mindig a mikroport audiója lesz, és csak a képet váltotjuk. Hogy lehet ezzel borzasztóan gyorsan dolgozni végre? Mégpedig úgy, hogy el fogom indítani a lejátszást, és csak a két kamera képe között fogok váltani, sehogy máshogy, mint sem, hogy bal egérgombbal rákattintok az adott képre, és itt alul látni fogjátok, hogy azonnal változik hozzá a timeline, mint hogyha el lenne vágva, átvált a másik videóképjére, és teljesen live lehet ezt készíteni. Ugye most például a kamerába beszélek, és megpróbálok mindig úgy váltani, ahogy melyik kamerába beszélek éppen. Nézzük, hogy hogy működik. Ugye megint csak L betűvel elkezdem a lejátszást. Na, ezt így gyorsan, és akkor, hogyha kilépünk a két vieweres módból, akkor vissza tudjuk nézni, hogy mit is csináltunk valójában. Itt láthatjátok már, hogy ezek a vágások mind az, ahol kamerát váltottunk. Ugye fos vagyok, és nem sikerült mindig akkor váltani, amikor pont belenézek a kamerába, de nézzük meg, hogy mi lett az eredmény. Ja, amúgy teljes képernyőt Ctrl F-fel lehet csinálni. Na, akkor első tesztként csinálunk egy ilyen kis videóvégi felkonfot, vagy ilyen lekonfot, jobban mondva, mert föl kell egy ilyen kedves nézők figyelmét arra, hogy többen tartoznak föl, többen lájkoljanak, és hát a patreon azt pedig senki nem használja sajnos, pedig hát látjátok, hogy rengeteg költséggel jár a dolog, tehát ilyen... Elég a panaszkodásból. Eszképpen lehet amúgy a teljes képernyőből gyorsan kilépni. Na, így működik a multiclam. Végre rendesen működik a DaVinci Resolve 17-be. Nagyon vártuk ezt a funkciót. Köszönöm, hogy velem voltatok. Találkozunk legközelebb is. Szevasztok!